a legtöbb esetben cigány származású nők külön kórtermekben, cigány kórtermekben szülnek. Tehát valójában én gondolom, hogy ott éri az embert a legelső hátrányos megkülönböztetés. Cigány telepről a gyerekek be tudjanak járni iskolába, azaz kell, hogy minél több gyereket be kell tenni a belvárosba. Tudom, hogy annak a 150 gyermeknek sokkal, de sokkal jobb lesz egy integrált környezetben való tanulás, mint egy cigány telepibe. Sziasztok! Kaproncai Stefi vagyok, ez itt a Bátor és Szabad legújabb része. Ma egy olyan embert szeretnénk bemutatni nektek, aki évek óta a megkülönböztetés ellen küzd. Glonci László egy kelet-magyarországi gyermekotthonban nőtt fel, majd kőművesként dolgozott. A fia viszont már tanári szakos diplomát szerzett. Laci jelenleg a nyíregyházi Huszártelepen él, és bár megtehetné, hogy elköltözik, mégis marad ott, ahova nem hajt be a taxi, nem viszik ki a pizzát, és általános a mély szegénység. Ő nap mint nap azért dolgozik a telepen, hogy az ott élő gyerekek egyenlő oktatásban részesüljenek, és esélyt kapjanak egy jobb életre. Laci emberi jogi aktivista, aki saját bőrén tapasztalta meg a kirekesztést. Bár nem volt egyszerű az útja, továbbra is hisz benne, hogy ha ő nem áll ki önmagáért és másokért, akkor nem érhet el változást. Laci az elmúlt években 150 gyermeket segített közelebb a jobb jövőhöz, és közben a helyi korrupció ellen is hatékonyan küzd. A mai adásban arról beszélgetünk vele, hogy hogyan tud ennyi év és akadály után is ugyanolyan lendülettel és lelkesedéssel segíteni azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Tartsatok velünk! Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, és köszönöm a meghívást. Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan indultál, milyen volt a gyerekkorod. Tulajdonképpen állami gondozott voltam. Születésemtől kezdve 3 naposan kerültem állami gondozásba. Baktalokáháza, Berkesz, és Berkeszen tanultam ki a 8. általános iskolát, majd ott lett egy nagyon jó kiváló tanár, aki szinte olyan volt, mint az apukám, és Kisvárdán ingáztam, tehát reggel jött, hozott, illetve este vitt haza, volt, amikor ott aludtam. Tehát én hasonló volt, mint egy nevelőszülő, de mégsem az, hiszen ott dolgozott. És utána, amikor elvégeztem a 8. általános iskolát, akkor átkerültem Tiszadobi gyermekvárosba, könyves tanulónak. Ott elvégeztem a 3 évig a szakmunkás képzőiskolát, és éltem a mindennapos életémet. Első házasságomból lett egy fiú, ő angol fizika szakos egyetemi végzettséggel rendelkezik, tehát tanár. És a második házasságomból kifelé meg van 2 gyermek, egy Kinga, Dani és egy nevelt lány, Amanda. És milyennek voltak az iskolás éveid, mire emlékszel? A nyári időkre, tehát a nyári szünetekre, az osztálytársaimmal, akiket úgy még nagyjából megismerek, mert azért sok volt, de hát azért olyanokkal jártam egy osztályban, mint a Kálid Artur. És még különböző fiúk, akik valami elvitték a pályafutások alatt. Mint például te? Igen. És a rengeteg táborozás, a legszebb gyermekkorom volt, amit mindenkinek kívánok. Mikor tapasztaltál először megkülönböztetést roma és nem roma emberek között? Majd amikor jött a rendszerváltás, és ilyen multicégeknél, akkor jelentkeztem mondjuk kőművesnek, bár már akkor nem kezdőkőműves voltam, ennek ellenére felvételt nem nyertem. Vagy éppen diszkóba. Akkor mentünk volna a diszkóba, bőrünk véget nem engedtek be. De azt nézem, egyszer volt egy olyan kérdés egy nemzetközi sajtó részéről, hogy én szerintem mikor van ér az embert legelőször úgymond hátrányos megkülönböztetés. Szerintem az első diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés akkor kezdve kezdődik születésednél. És miért is mondtam én ezt? Mert tudom, hogy a TASZ is foglalkozott nagyon sokat ilyen ügyekkel, illetve az Európa Roma Jogok Alapítványa.
a legtöbb esetben cigány származású nők külön kórtermekben, cigány kórtermekben szülnek. Tehát valójában én úgy gondolom, hogy ott éri az embert a első, legelső hátrányos megkülönböztetés. Mondtad, hogy így valami megváltozott, hogy régen beengedtek, hogy a rendszerváltozás előtt, amikor még nem a multicégek voltak, akkor dolgozni könnyebb volt. Hogy szerinted mi az, ami változott? Magyarországon a rendszerváltás óta divattá vált a hátrányos megkülönböztetés. És itt értek a diszkók, taxisokra, különböző olyan szolgáltató helyiségek, ahol mondjuk pizzát lehet rendelni. Ahol én lakok, Nyíregyházán, a hozzátelepen, például a pizzás megmondja, hogy nem viszik a telepre, kik, hogy mennyire érte. Vagy valamelyik nap éppen a gyereket taxival vittem hazam, és megmondta a taxis, hogy ő nem hajlandó bevinni. Hozzátelepen nem, tehát cigánytelepeken nem visznek. És ezért fordultál a jogvédelem felé? Nem. Ugye nekem a feleségem az nem roma, és egy évig próbáltuk, hogy szülőként próbálja elérni azt, hogy a gyereket vegyék át a mandát egy integrált iskolába, egy egyházán. Ez egy nagyon jó iskola. Hogy ne engem lássanak, hisz a gyerek olyan fejjel, mint az anyja, ezért az anyukát küldtem. Erik, próbáld meg, és akkor próbálta, egy év húzavona, és még nem vettek át. Mert akkor nekünk zajlott, ugye én a CFC-nek voltam a önkéntes munkatársa, és akkor szóltam Adélnek, hogy Adél, ha ez el, ha nem, nem tudom a gyereket átadni. És akkor neki is kellett egy fél év. Ahhoz, hogy egy a cigánytelepről a gyerekek be tudjanak járni iskolába, az kell, hogy minél több gyereket be kell tenni a belvárosba. Jöttek a gyerekek szülei, hogy hát Laci, igazad van, át akarjuk vinni a belvárosba. Melyik a közvetiskola? Mondom, hogy melyik. És akkor bevezettem egy olyan szokást, hogy tanulják meg azt, hogy tulajdonképpen miről is szólt a per. Tehát a szabadiskola választásunk. És adtam nekik általában 2-3 hetet, 1 hónapot. És nem. Nem tudták bejáratni maguknak a gyerekeket. Nekem is eleinte nagyon nehezen ment. De hát volt 2 jó tanárom, egy nagyon jó ügyvédem, akivel mai napig dolgozok, és sajnos a legjobb tanárom az a múlt évben távozott, sajnos közülünk. Sajnálom. Az pedig Kis Tibi, hiszen nálatok is dolgozott. Ő megtanította nekem azt, hogy Laci, ne add fel egyszer, tudta, hogy bennem van az. És akkor így minden egyes ügyet átbeszéltünk. És így nagyjából úgy kifeleztettem magamat, most már egyedül dolgozok. És menjünk meg egy kicsit vissza, hogy ez az iskola, ami a 20 telepen van, az rosszabb? A minőség, én azt mondom, hogy a minősége rossz. Egyszer. A tapasztalat is ugyanazt támaszza alá, amit én állítok. Hisz a kompetencia tesztjük sokkal, de sokkal rosszabb, mint a belvárosi. És mi hagy téged? Tudom, hogy annak a 150 gyermeknek sokkal, de sokkal jobb lesz az oktatási rendszere. Sokkal, de sokkal többet fogja vinni egy integrált környezetbe való tanulás, mint egy cigánytelepibe. Illetve az, hogy látom azt a gyereket, minden nap felszáll a buszra, és örömbest megy oda. Jó érzéssel mennek iskolába, a tanárok szeretik őket, felzárkóztatják őket, függetlenül attól, hogy még gyerek, hogy van lemaradva. És ez egy öröm. Tehát öröm nekem is, hogy sikert értem annál a gyerekeknél, de öröm a szülőnek és a gyermeknek is. Azért ez tök nagy bátorság, nem? Hogy így szembeszálltál azzal, amit mindenki más elfogadott. Hát igen, akkor is és most is egyedül csinálom ezt. Tulajdonképpen minden szülőnek van véleménye, de úgy nyilvánosan nem mondják el. Sokáig én sem tudtam elmondani. Én úgy gondolom, hogy most jelenleg ott tartunk, hogy szerintem a 20 telep 90%-a
örül annak, hogy úgy, ahogy ki tudtuk fejleszteni a buszevet. Tehát azért ott elértem egyedül azt, hogy legyen fekvőrendőr. Elértem azt, hogy utcatáblák legyenek. Elértem azt, hogy kamerarendszer legyen. Elértem azt, hogy zebrák legyenek. És soha adnám a rendőrségig. Szerinted te bátor vagy? Én nem bátorságnak nevezem ezt. Hobbinak is nevezném, meg azt, hogy szeretem csinálni. Annak idején mindig azt mondta Tibi is nekem, hogy Aci, te nem tudsz veszíteni. És igaza van. És ez az, ami visz előre. Azért egy olyan helyzetben jössz állami gondozottként, roma származásuként, Nyíregyházáról, a szegregátumból, hogy ami nagyon sok mindenkinek meghatározza az életpályáját. Te mégis azt mondtad, hogy nem, én másképp fogom csinálni. Mi kell ahhoz, hogy az ember így szembe merjen szállni azzal, ami ilyen út ki volt neki jelölve? Az öreg Béla bácsi mindig azt mondta, hogy fiam, az igazatokért álljatok ki mindig. És igaza volt. Mert ha nem álltok ki, akkor előbb-utóbb elnyomnak, és azt nem szabad engedni. Miért nem szabad? Mert én úgy gondolom, hogy amit lehet másnak, azt lehet nekik is. Miért laksz még mindig a Huszárterepen? Lehetett volna rá lehetőségem, hogy kitörjek a Huszárterepről. Az, hogy miért lakok ott, nem azért, mert szeretek. De nem szeretek úgy tükörben nézni reggel, hogyha felkelnék, hogy nem azt a guloncolásztot látom a tükörben, aki vagyok valójában. Vagy elfogadok bizonyos feltételeket, bizonyos ajánlatokat. Valószínűleg már a városban laknék, valószínűleg jó munkahelyen, jó fizető állással. Nem kell. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek, Laci? Azt tartom a legfontosabbnak, hogy még Magyarországon senki nem tudott iskolába zárni per nélkül. Én be tudtam cigány iskolát, hámat is. Sőt, egyet felmenő rendszerbe. És per nélkül. Mi a sikered titka szerinted? Miért sikerül neked az, ami egy alapítványnak fizetett alkalmazottakkal, nem? Addig járok a hivatalnokok nyakára, akár levél, akár személyesen, vagy telefonon, míg ilyenben nem ütöm azt, hogy pont le esett tenni a végére egy-egy ügynek. Soha nem adott fel? Nem. Mi jelenti neked a szabadságot? Mikor érzed azt, hogy szabad vagy? Hát, tulajdonképpen a gyermekeimmel való együttlét. Kevés időt töltök velük sajnos. Sok a munkám, pláne, hogy így képviselő is lettem. De az, amikor értük megyek az iskolába, hazaviszem őket, és együtt vagyok velük. És mit üzennél a nézőinknek, a nézőknek, hogy mi az, ami ők tehetnek azokért a célokért, amiket elmondtál? Hát szerintem először is tudatosítani kéne mindenkiben, hogy önmagukért ki kell állni az embereknek. Abban is jó, hogyha tisztában van mindenki, hogy ha jogsérelem ér az embert, akkor azt valahogy meg kell oldani, és nem csendben maradni. Tehát valamik nap este 11-kor akkor hívtak fel, hogy már feküdtem a gyerekekkel, és hogy Laci, gyere már, mert itt és itt vagyok, és nem engedek be. Kifizettem 40 ezer forintot egy wellness szállónak is. Bent vagyunk, de mégsem vettünk be. De kifizettük. És úgy kellett oda mennem, és akkor meglátott a rendőr, hogy jó, László, maga az jó. Jó, mindjárt rendezzük, hogy a pénzt is visszakapják. Jó, mondom nekik, hogy figyeltek ide. Meg kell tenni az eljárást. Mert addig, míg ezt csinálják veletek, addig nem fogtok tudni érvényesülni. Tehát hiába van pénzetek, ha nem vettek el egy ilyen szarhelyre, pont karácsony volt, és hogy kikapcsolódott a három gyermekre a szülő, az anyukával, akik egyébként becsületes életmódot folytatnak, és tényleg tisztességesen dolgoznak, nap 12 óráznak, és nem vettek el, mert a származásuk fekete, mint cigány. Tehát én azt gondolom, hogy addig, míg ilyenek előfordulnak, addig szükség van arra mindenkinek, hogy egy öntudatos legyen, és az igazáért, ami sérelem éri, álljanak ki magukért. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy eljöttél, nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.